fidelitate et fortitudine, hűséggel és bátorsággal. A Batthyány család évszázados múltra tekint vissza. Történetiségük és történelmiségük a jelenkor kontextusában is jól értelmezhető. Értékeik, céljaik, üzeneteik egyetemesek és örökérvényűek. Tagjainak cselekedetei ma is példaértékűek. A Batthyány családnak a jelmondata, hogy fidelitate et fortitudine, hogy hűséggel és bátorsággal. Ennek a családnak a múltjában az ember nem talál foltokat, hanem olyan családról van szó, amely méltó volt a maga címeréhez, ugye a fiát envérével tápláló pelikánhoz, mind a család vonatkozásában, mind pedig a nemzet vonatkozásában. Végre őszintén is nyíltan lehet arról beszélni, hogy azt az ősi erőt, amit én kaptam a gyökereimtől, tovább viszem. És ez gyönyörűen csinálja a Batthyány család és az örökösök is. Évszázadokon keresztül a génjükben benne van, kérem szépen, a becsület, a hazáért élni vagy halni. És ez nem múlik el, ez mára is érvényes. Az én ősemnek egy nagy része, aki számít mondjuk, büszke lenne, hogy én visszajöttem Magyarországra, és hogy itt újra életet élek, és hogy segítettem az országnak. A haza mindig számíthatott a Batthyányiak hűségére, kitartására és önfeláldozására. A mohácsi csatában épp úgy, mint az 1848-as forradalomban és szabadságharcban, vagy éppen a rendszerváltáskor. Ma a Magyar Batthyányi Alapítvány viszi tovább a család szellemi örökségét és közéleti szerepvállalását, amelyet Batthyány Ádám 2016-ban hozott létre. De a jelent múltunk határozza meg, amely nélkül nincs jövőnk sem. Ezért is érdemes megismerni a Batthyányiak évszázadokon átívelő történetét. A Batthyányi családnak a története összefor a magyar nemzetnek a történetével. Őrsvezérre vezetik vissza a családfa kutatók a Batthyányi családot. Az első Batthyány volt a Batthyány Kata. Katalin. Körülök a férje volt egy őrs, őrsmiske. És az ő fia átment az ős nevében a Batthyány névhez. Innentől az 1300-as évek közepétől hívták tehát Batthyányinak a familiát, amely a 15. századtól folyamatosan jelesebbnél jelesebb személyiségeket adott Magyarországnak. Töretlenül, gyakorlatilag a 20. századig bezárólag, hogy boldoggá avatták Batthyány Strattmann Lászlót. Minden évszázadban több olyan kivágló és kimagasló személyiséget termelt ki, akik nádorok voltak, érsekek, püspökök, dunántúli főkapitányok, horvát szlavón bánok, és még kiváló mecénások, tehát csupa-csupa kiválóság, és hát hatalmas birtokokkal is rendelkeztek. Tehát, hogyha megnézzük a magyar történelmi családokat, szinte az ő kezdetüktől, ugye egészen a mai napig, hát ez a legnagyobb. Az első világon büszkodik, ez a Batthyány Boldizsár, az első Boldizsár, ki Mátyás királynak dolgozott, jó barátja volt neki is, és aki 1500-on kapott a címerünket. Ő volt nagykövet Lengyelországban, utána Boszniai bán többször, és Szlavóniai bán. Házasan keresztül kapott egy nagy birtokot Szlavóniában. Mi Szlavóniában éltünk ebben az időben. A Batthyányi család tagjai közül Első Ferenc volt az első főnemes, aki a mohácsi csatában vitézkedett. Harmadik Boldizsár pedig a 16. században az ország legműveltebb főúrának számított, aki 8 nyelven beszélt, és udvara a humanista művelődés központja lett. Ebben az időszakban azonban Magyarország felett sötét felhők gyülekeztek. Ez a 16-17. század, ugye ez a magyar nemzet és a magyar királyság szó szerint élethalál harca az Oszmán Birodalom ellen.
a megmaradásunk függött ettől, és hát a megmaradásunknak ugye az egyik oszlopos tagja, Batthyány első Ádám, dunántúli főkapitány és Kanizsa ellen vetett végvidéki főkapitány. De egyébként az őse már ott volt Mohácsnál is. A mohácsi csatában ő vezette a jobb szárnyat. De ezután is hasonlóan jelentős egyéniségek következtek a Batthyányiak sorában. Károly az osztrák örökösödési háborúban a császári csapatok parancsnoka, a Habsburg ház egyik megmentője volt. 1748-tól pedig ő irányította a későbbi II. József és II. Lipót nevelését, amiért megkapta a hercegi címet. Batthyány Lajos Ernő utolsó nemzeti nádorunk volt, aki többek között az országos levéltár megalapításában is részt vett, a Körmendi várat pedig barokk stílusú kastéllyá építette át. De ugorjunk a 19. századba a nagy mecénás Batthyány Fülöp herceg alakjához. Mindig azt tanuljuk, hogy Széchenyi István, aki a Magyar Tudományos Akadémiát megalapította és megálmodta, igen, ő ezt megálmodta, de mellé, maga mellé más történelmi családok nagy személyei is álltak. Így például a Batthyány családból Batthyány Fülöp herceg és az ő testvére Batthyány József. És ők be is fizették ezt a 40 ezer és 10 ezer aranykorona összeget. Hosszan sorolhatnánk még, hogy a Batthyányiak milyen szellemi és épített örökséget, köztük várakat, templomokat, műalkotásokat hagytak az utókorra. Mégis talán legfontosabb hagyatékuk az első független magyar kormány mártír halált halt miniszterelnöke, gróf Batthyány Lajos emlékezete volt, akit a 48-as szabadságharc leverése után végeztek ki. Batthyány Lajos ennek az időszaknak az egyik legmeghatározóbb és az egyik legjelentősebb személyisége, aki ennek ellenére nagyon hosszú időn keresztül ilyen históriai félárnyékba szorult Kossuth Lajos vagy Széchenyi István mögött, holott a történeti teljesítménye az az övék mértékével mérhető. Amikor Pest felé 1849 áprilisában jönnek ugye a magyar honvédsereg, és vissza akarják foglalni, akkor elviszik a már letartóztatott foglyokat, többek között ugye Batthyány Lajost is. És akkor a felesége könyörög neki, Zicsi Antónia, hogy mindent előkészített, szökjön meg. És akkor a következő a válasz. Jó karddal, lovon, igen, de asszony háta mögé bújva soha. Na most ebbe benne van ugye az álhatatosság és a vitézi akarat, tehát a hősiesség. Batthyány Ádám, a Magyar Batthyány Alapítvány létrehozója ezt a szellemiséget akarta továbbvinni, és azért települt haza Ausztriából, ahol addig élt, mert úgy érezte, küldetése van itt. A rendszerváltáskor Antal József miniszterelnök tanácsadója lett. Arról is mesél, a közjóért tenni akarás mellett mi volt közös benne és gróf Batthyány Lajosban. Mind a kettőt nem beszéltünk magyarul. Lajos tanult magyarul a feleségétől, úgy, mint én. Még Ausztriában éltem, én egy osztrák Batthyány voltam. Hát az én osztrák rokonságom, 8 unokatestvér, 8 unokaöccsér is, egy se beszél magyarul. De mindig érzi, hogy magyar. Az én anyám Windischgrätz, a nagy Windischgrätznek a déd unokája, és azért én tőle nem sokat tanultam, őszintén mondom, apám sem nagyon sokat. Én, amit én tudom a családomról és a Magyarországról, ezt egy nagybácsitől tanultam, Józsi bácsi, aki Rába Batthyányban élt, és magyarázta nekem, mi, ki vagyunk mi, és miért fontos mi az országnak és az ország nekünk. A Magyar Batthyány Alapítvány sikeres és lelkes munkája révén a történelmi tudat ápoljuk, és ezáltal lehet egy hidat képezni a múlt és a jelen generációk között, tehát ilyen módon a magyarság megtartásában alapvető szerepet játszik. Ez a híd nagyon szép szimbólum, és számomra többféle jelentése is van. Az egyik a férfi és a nő közötti híd. Akkor, amikor a férfi csatáiban a nő is részt vesz, vagy esetleg ő kezdeményez és bátorítja a társát, talán egy olyan jelkép is megmutatkozik ebben, hogy a múlt és a jelen, tehát az idősebb és a fiatalabb generációk, a történelmi családok és a maiak közötti
hidat jelképezi. Amikor ez a templom épült, a tatárjárás előtt egyébként, 13. században, akkor még sem felsőrsöt nem felsősnek hívták, hanem kővágóőrs volt a régi neve, illetve a ma ismert Batthyány családot sem Batthyányiaknak hívták, hanem őrsi vagy kővágóőrsi családnak, hiszen itt éltek ezen a településen, innen származik a család. A templomot Batthyány családnak ezek az ősei építették, egy prépostságot hoztak létre, ami azt jelenti, hogy nem csak a templom építésének kezdtek neki, hanem egy birtokokat is ajándékoztak ennek az egyházi prépostságnak, és a templomot pedig temetkezési helyül kezdték el építeni. Mindig tudtuk, hogy a Batthyány család innen származik, és pont ezt a hagyományt az egymás után következő prépostok adták szinte szájról szájra. Minél többször próbáljuk invitálni felsősre a Batthyány családot, hogy a falu lakossága is megismerhesse őket, érezhesse, hogy ők is ugyanolyan húsvér emberek, mint mi, csak olyan felmenőkkel rendelkeznek, akik a történelemben komoly szerepet játszottak. A betakarítás ünnepe volt ma itt, hálaadás ünnepe itt felsősön, és Ajtós József prépost atya keresett meg, hogy Mária Magdolna erekje érkezik felsősre, és emellé rögtön odaállt a Magyar Batthyány Alapítvány, és hát ez egy nagyon nagy dolog, hogy ennek részesei lehettünk. Most itt vagyunk a Képzőművészeti Egyetem szobrászati tanszékén, és meghirdettünk egy emléktábla pályázatot, méghozzá úgy, hogy a Pesti Ferences Rendi templom homlokzatára, a Kossuth Lajos utcába, hogy egy olyan emléktáblát szeretnénk felállítani, amely bemutatja a Batthyány család és a Pesti és a Ferences Rendnek a kapcsolatát. Két személy, akit szerettünk volna, hogy megjelenjen, Gróf Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnöke, és Boldog Batthyány Stratmann László, a szegények orvosa. A Pesti Ferences templomban vagyunk, és a Batthyány emlékszobában, és ha ezt lehet mondani, hogy kinek a műve, ahol vagyunk, kettő úriember, dr. Pálffy Dezső és Koszorús Ödön, ők ketten találták ki, kezdeményezték, hogy egy Batthyány emlékszoba, Gróf Batthyány Lajos emlékének, hogy ezt állítsák fel. Pesti Ferences templom kriptájában vagyunk, és ennek a helyszínnek, ahol most itt vagyunk, az a titka, hogy itt le is van írva, hogy Batthyány Lajos grófot, Magyarország első miniszterelnökét a kivégzése után itt temették el, egy névtelen sírban, mert még a nevét sem lehetett felírni, hanem csak a GBL betűket, és kettő szerzetes, Dang Agáp és Szántófi Antal, ők lopták el a holttestet és hozták ide, és az utolsó végtisztességet ők adták meg.
A kiegyezés után már úgymond meg lehetett azt tenni, hogy egy méltó nyughelyre újra temessék Gróf Batthyány Lajost, és 1870. júniusában a Batthyány mauzóleumba, a Fiumei úti temetőben adták meg neki a végső tisztességet. A Magyar Batthyány Alapítvány életre hívta a Gróf Batthyány Lajos és a Gróf Zichy Antónia díjat, amelyet 2020-ban adnak át először. Olyan Magyarországon vagy a határainkon túlélő, magyar nemzetiségű, magát magyarnak valló és magyarul tudó férfiak és nők kaphatják meg az elismeréseket, akik tudományos, kulturális, társadalmi, gazdasági és vallási területen Magyarország és a magyar nemzet, valamint hazánk nemzetközi elismertségének érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A Gróf Batthyány Lajos és a Gróf Zichy Antónia díjat azért hoztuk létre, mert kellenek példaképek. A mai világban, akik itt vannak mellettünk, szeretném őket kiemelni, hogy példamutató a munkásságuk. Az ötlet maga onnan jött, hogy Batthyány Lajos, Gróf Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnöke, ő az életét adta a magyar hazáért, a magyar nemzetért. Mi nem ezt várjuk, hogy valaki az életét adja fel, de igenis az egyéni érdekekről, az egyéni célokról, most idézőjelben teszem az egyéni jólétről, lemondanak ezek az emberek pont azért, hogy a magyar nemzetet azt építsék. Az alapítvány a jelöléseket elbíráló bizottság tagjait azért kérte fel, mert példaértékű életük és munkájuk miatt akár ők maguk is megkaphatnák a díjakat. A modern polgári Magyarországon igenis van hely egy Batthyány Lajosról elnevezett díjnak, főleg miután egy olyan személyiségről van szó, aki nem csak vallotta azt, hogy a saját útját járja, vagy saját útját járta, ugye Viam meam persecutus sum írt a búcsúlevelében, hanem valóban a szerint is élt, és akár az életét is hajlandó volt feláldozni azokért az eszmékért, amelyeknek a képviseletét fontosnak tartotta. Az Zichy Antónia díjat ugye azért tartom nagyon fontosnak, mert egyrészt Magyarországon nem nagyon szokás nőkről díjat elnevezni. Tehát ez még mindig sajnos egy ilyen férfiú társadalom, és kevéssé veszük azt figyelembe, hogy minden sikeres férfi mögött ott volt egy sikeres nő is, és kevés olyan történeti személyiségünk van, mint Zichy Antónia, akire ez ennyire érvényes lenne. A pered még nem volt befejezve. Tordai Teri, aki a Tony című színdarabban Zichy Antónia grófnőt alakítja, azt mondja, óriási szükségünk van arra a szemléletre, amely a Batthyány családot jellemzi. Csodálatos, hogy a Batthyány családnak, grófi családnak jutott eszébe, hogy meg kell azt köszönni, hogy ezek az emberek milyen csodálatos dolgot találtak ki itt Magyarországon most, ami ráadásul nemzetközileg fontossá vált. És én ezt nagyon-nagyon becsülöm a Batthyány Alapítványban, mert ez a fontos, hogy odafigyelünk arra az emberre, aki jót akar, ereje van, és meg is csinálja. Ezt nagyon meg kéne tanulni, hogy nyitott vagyok a világ fele, nyitott vagyok a többi ember fele, és ha jót tudok adni, akkor azt továbbadom, de odafigyelek másikra is, és tanulom, hogy mit lehet a másiktól tanulni? A díj üzenete határokon átível, és ezt az alapítók azért is fontosnak tartják, mert tudják, a magyarságot a diaszpórában megőrizni nagy erőt kíván. Engedjék meg, hogy beidézzem családunk örökérvényű értékeit, melyek a következők. Az Istenhit, a család, a nemzet, az anyaföld és a közösség. A Magyar Batthyány Alapítvány az elmúlt esztendőben két díjat alapított, melyet most először adunk át, nevezetesen a Gróf Batthyány Lajos és Gróf Zichy Antónia díjakat. A díjak létrehozásával célunk a társadalom figyelmének ráirányítása olyan példamutató személyiségekre, akik korunk társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaira praktikus és pragmatikus, a lehetőségekkel és a szükségszerűségekkel arányos választ adnak. Ezzel pedig a magyar nemzet jobbítását,
Magyarország sikerességét és nemzetközi elismertségét, a gazdálkodói tradíciók megőrzését és megújulását, a kisközösségek és a család egységét, a hitbéli és egyetemes értékek érvényesülését, a tudomány, a kultúra, művészet és oktatás fejlődését erősítik. A Magyar Batthyány Alapítvány a bíráló bizottság javaslatait elfogadva ítélte oda a gróf Batthyány Lajos díjat Balogh Zoltán miniszter úrnak. Míg a gróf Zichy Antónia díjat dr. Nagy Natália kárpátaljai egyetemi docens asszonynak. Választott szülőfalum az Nekézseny, ahol a szüleim több mint 20 évig voltak lelkipásztorok, és én is a gyermekkoromat ott töltöttem, ahol kötődnek az első emlékeim. A gyermekkoromhoz természetesen a rendszeres templomba járás kötődik, hiszen édesapám volt a lelkipásztor, édesanyám a kántorő, orgonált, nagyon emlékezetes igehirdetések, istentiszteletek vannak, ahol láttam azt, hogy ennek a közösségnek a lelke meg van szólítva. Ami számunkra a gyermekkorban meghatározó volt, azt nem is vettem mindig jó néven, megmondom őszintén, az, hogy az első a szolgálat. Az Isten szolgálata, a gyülekezet szolgálata, az emberek szolgálata, és a család csak utána jön. Tehát az, hogy mi a legintimebb karácsonyi szentestékre is meghívtunk olyan embereket, akik magányosak voltak, akiknek gondjaik voltak, ezt megmondom őszintén, akkor rossz néven vettem, de ma ez nagy példa előttem. A református lelkészeknél ez a legendás szólás, hogyha ők megkérik a kezét a mennyasszonyoknak, akkor azt mondják, hogy eljössz-e hozzám harmadiknak. Az első az Isten, a második a gyülekezet, és te vagy a harmadik. Édesanyámnak a 445. ebben az énekeskönyvben, amit még használunk, dicséret volt a kedvenc éneke, szólsz hozzám Istenem, s én választ adni készen. Halálos ágyán, hogy ő elment, ott állt körülötte az egész család az utolsó órán, és ezt az éneket énekeltük neki az ő kérésére, amiben egyszerre van benne a hitnek a küzdelme, azért, hogy méltóak legyünk az isteni üzenetre, meg az a fölszabadultság, hogy ha méltatlanok vagyunk, ő akkor is méltóvá tesz bennünket. Édesanyámnak az eredeti foglalkozása szülésznő volt, de ő kántorizált, mert hát rendes polgári iskolában megtanult zongorázni, és aztán egy kántorképzővel ezt átkonvertálta a kántori szolgálatra. Az emlékem az, hogy minden ifjú párnak a templomba ő azt adta ajándékba, hogy énekelt egy gyönyörű, szép éneket, gyönyörű hangja volt, és a legnagyobb élményem, amikor mi kis furúja zenekarba játszottunk, Béres János fém furújáján, és az egyik nagy péntek este az volt az én kiváltságom, még egész kisgyerek voltam, hogy én furujáztam, és a 22. Zsoltárt, Jézusnak a szenvedő Zsoltárát, amikor azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez a 22. Zsoltár megidézése a Golgotán, azt édesanyám énekelte az úrasztalától, én pedig furuján kísérhettem, és ez egy örök emlék marad. Az édesapám egy szigorú ember volt, és mindig elégedetlen volt velem. Nehezményezte, hogy úgynevezett politikus lettem.
én sem mindig azzal vágtam vissza, hogy te is mindig politikus szerettél volna lenni, csak nem volt rá lehetőséged, mert valóban ő ifjú szociáldemokrataként kezdte a II. Világháború után, csak aztán, amikor a kommunisták leszalámizták a szociáldemokráciát, akkor hihetetlenül csalódott, és ennek teljesen hátat fordított, és elment lelkipásztornak. De nagyon jó politikai tanácsokat tudott adni, éppen mindig a szegényekért, a peremre szorultakért szólni, és nem engedni azt, és ez a legfontosabb egy politikusnak, hogy egy olyan szemüveget tegyünk föl, hogy mindent rózsásnak látunk, mert hát ha mi irányítjuk az országot, akkor minden csak jó lehet. És ő mindig fölhívta azokra a figyelmet, akik nincsenek ott a fókuszban, akiknek nincs hangja, akik némák. Ez a ház engem szerelmessé tett, és minden részletében ott van egy olyan üzenet az akkori mának, meg a mai mának, amit érdemes megfontolni, és érdemes megtartani akkor, hogyha az ember valóban a közügyeket akarja szolgálni. 1998. augusztusában léptem be először az országgyűlésbe úgy, hogy aztán itt lett a munkahelyem. De egyébként 1990-ben, amikor a Fidesznek az egyházpolitikai tanácsadója lettem, akkor tanácsadóként már bejártunk, akkor itt káosz volt egyébként, hogy mondjam azt, egy ilyen kreatív káosz, mindenki, majdnem mindenki azt csinált, amit akart. Ez egy igazi rendszerváltoztató hangulat volt, hogy mi itt most együtt, meg egymás ellen, meg úgy, ahogy egymással a szövetségben most építjük azt a Magyarországot, amelyik bízunk benne, hogy jobban hasonlít majd a régi szép arcára. ...1998 és 2002 között, mint a miniszterelnök főtanácsadója. Itt dolgoztam a Magyarországgyűlés épületében, és ez a kis sarok volt a miniszterelnöki főtanácsadóknak a titkársága, aminek én voltam a vezetője, és volt itt egy kis sarokszoba, amit nagyon megszerettem, rögtön az első perctől 4 évig itt voltam, és aztán kiderült, hogy ez volt az a szoba, ahol Bibó István a legendás nyilatkozatát írta, hogy a nemzetközi jog alapján 1956-ban a szovjet megszállás az ellentétes a nemzetközi joggal, úgyhogy még külön megemelte számomra az értékét. Az alakoknak a megformázása van itt, azoknak a hivatásoknak, foglalkozásoknak, amik arra figyelmeztetik a képviselőt, hogy te nélkülük nem lennél semmi. Te őket képviseled, és neked nélkülük nincs igazán hatalmad, nélkülük nincs ország, nélkülük nincs nemzet. Édesanyámnak a halálos ágyán volt az a mondása, amikor ott hagyva a szavazást, amikor megválasztottak az Emberi Jogi Bizottság elnökének a parlamentbe, rohantam hozzá, mert az utolsó óráit élte, és akkor megkérdezte, hogy mi újság, és mondtam, hogy most választottak meg egy bizottság elnökének az országgyűlésen, és akkor azt mondja, annyit mondott ilyen rebegő szavakkal, hogy nem baj, te úgyis mindig lelkipásztor maradsz. És ezt én egy örökségnek is tekintem, és tekintettem, és igyekeztem anélkül, hogy a papot játszottam volna miniszterként, vagy a minisztériumban, igyekeztem hűségesnek maradni ez a küldetéshez. Abban bízok, hogy azt a tudást, részben amit a hibáimból tanultam, meg az elrontó dolgokból, részben azt, ami sikerült, azt tudom a szűkebb közösségem, a magyar református keresztény közösségnek a javára hasznosítani. Van születtem Ukrajnában, a Beregszászi járásban található kis településen, Csokkapaviban. Mint a dátum is mutatja, ez még az az időszak volt Ukrajna történelmében, mikor a Szovjetunió kötelékébe tartozott. Könnyen mondhatja az ember, hogy bárcsak máshová születtem volna. De ezen változtatni nem lehet. Mindenkinek azt a vidéket kell képviselnie és szépítenie, ahová az édesanyja világra hozta. Számomra kárpátaljai magyarnak lenni dicsőséget és kötelességet jelent.
A kaszonyi középiskola befejezése után az ungvári, akkor még állami egyetem magyar filológiai tanszékére nyertem felvételt. Egyetemi éveim alatt olyan nyelvészek oktattak, mint Lizenec Péter professzor és Horváth Katalin docens, akik hamar felhívták figyelmemet a magyar nyelv szépségére, különlegességére. Őtől tanultam meg, mennyire fontos nekünk, kisebbségben élőknek ismerni anyanyelvünket, gyakorolni, ápolni, megvigyázni tisztaságát. Az Ungvári Egyetem magyar filológiai tanszékének tanára vagyok. Diákjaim kárpátaljai fiatalok. Nyelvtant, anyanyelvi tantárgypedagógiát, szónoklattant, nyelvjárástant, névtant oktatok. A mindennapok során arra törekszem, hogy olyan minőségi tudást adjak át tanítványaimnak, mellyel helyt tudnak állni pedagógiai pályájuk során. Fontosnak tartom ránevelni őket arra, hogy értékeljék azt a tudást, amit az egyetem falai között szereztek. Köszönöm szépen a Batthyány Alapítványnak, hogy létrehozták a Batthyány Lajos és Zichy Antónia díjat. Ezzel támogatva azokat az embereket, akik lehetőségeikhez mérten igyekeznek helyt állni a mindennapi életben, a tudományos szintereken. Köszönöm a Bíráló Bizottságnak, hogy eddigi tevékenységemet méltónak találták arra, hogy nekem ítéljék a neves kitüntetést. Hatalmas megtiszteltetés számomra a Zichy Antónia díj. Megerősítés abban, hogy folytassam eddigi tevékenységemet, valamint úgy vélem biztatás is minden határon túl élő magyarnak. Biztosíték arra, hogy anyaországi honfitársaink értékelnek és odafigyelnek ránk. Üzenem a határon túli magyaroknak, hogy minden nemzeti kisebbség megmaradása nagyban attól függ, hogy tagjai hogyan élik meg az elszakadásban való létet. Fontos, hogy megőrizzük anyanyelvünket, megéljük hagyományainkat, megmaradjunk magyarnak akkor is, ha ez nehéz. A jelöltek és díjazottak mottója tehát épp úgy lehetne az, ami a Batthyány családé, és amely egyben erkölcsi mérce. Fidelitate et fortitudine, hűséggel és bátorsággal. Bátran teszik azt, amit tesznek, feltétel nélküli szeretettel, odaadással, motiváltsággal, önmagukon túllépve a közösségért, a magyar nemzetért teszik a dolgukat. Thank you.